Soha nem akartam színész lenni, orvosnak vagy lelkipásztornak készültem, azt számított, hogy emberekkel foglalkozzam. Aztán rájöttem, hogy a színpadon is adni tudok. Ez az idézet mai vendégünktől származik, aki szerint a belső harmónia megtartása épp olyan fontos, mint egy jól sikerült előadás. Lássuk, hogy kivel várjuk ma önöket, az Ez itt a kérdés portréban. Nagy Sándor, Jászai Mari díjas színművész, énekes. Általános iskolai tanulmányait Fényes Litkén végezte, ezt követően Kisvárdán érettségizett a Bessenyei György gimnáziumban. Ez alatt az idő alatt lett tagja a Kisvárdai Doktorok Színtársulatnak. Az itt eltöltött évek és lehetőségek egy életre meghatározták a színházhoz való viszonyát. 18 éves volt, amikor felvételt nyert Toldi Mária musical stúdiójába, így az éneklés mellett a színészmesterség világába is belekóstolhatott. 1998-ban Szirtes Tamás, Kocsák Tibor és Simon Edith segítségével lehetőséget kapott a Madách Színházban bemutatott a Nyomorultak című musicalben, majd a Miklós Tibor vezette Piccolo Színház tagja lett. Istenem, hát ez a nap is eljött. A Színház és Filmművészeti Egyetem Operett Musical szakán Kerényi Imre osztályában 2005-ben végzett, és még ebben az évben a Madách Színházhoz szerződött, ahol azóta is számos darabban lép estéről estére a közönség elé. A musical irodalom legfontosabb szerepei mellett meg annyi prózai darabban játszik, és több tévésorozatban is feltűnt. 2005-től 2010-ig az Adagio tagja volt, a klasszikus zenét a vokális poppal ötvöző koncertjeiket hatalmas érdeklődés övezte. 2006-ban Súgó Csiga díjat kapott, 2009-ben Sós Imre díjjal, 2015-ben pedig Kránic Lajos díjjal jutalmazták. Szeretettel köszöntöm Nagy Sándort a stúdióban. Azzal kezdtem a bevezetőben, hogy a belső harmónia megtartása a számodra éppen olyan fontos, mint egy jó előadás. Játszunk el egy picit ezzel a gondolattal. Azt gondolná az ember, hogy egy színész belső harmóniájának megtartása abban is rejlik, hogy sok jó előadás legyen. Vagy éppen arról van szó, hogy akkor is meg kell tartani ezt a belső harmóniát, ha éppen nincs sok jó előadás, vagy nem úgy sikerült az az előadás, pláne most szerintem ez aktuális kérdés. Én is üdvözöllek és szeretettel köszöntök mindenkit. Hú, nagyon nehéz volt, most itt néztem ezeket a sorokat itt, vagy képsorokat itt az elmúlt 20 évből, és hát ilyen szívfacsaró a dolog, mert hát ugye akkor még voltak nézők, meg lehetett játszani, meg nem tudom, szóval az egész olyan érdekes volt. Hát igen, ha valamelyik időszak a mostani abszolút arra tanítja meg az embert, hogy ezt a fajta nyugalmat és belső békét, ezt úgy megőrizni, hogy nem hagyni rátelepedni a külső hatásokat és a külső nyomást, a halálesetek és az egész, ami most történik. És hát nem egyszerű feladat. Én most ugye egy év után éreztem azt egy pár héttel ezelőtt, hogy lehet, hogy most értem el a tűrőképességem határához, vagy a bizonytalansági faktor határához, de összeszedtem magam, és nagyon várom azt, hogy jobbra forduljanak a dolgok. Hogy szedi ilyenkor össze magát az ember? Nagyon hiszek abban, hogy minden okkal történik, és hogy értünk történik minden, hogy ez is értem történik. Nagyon sokat tanultam magamról ebben az időszakban, sokat voltam egyedül, alapvetően ugye egyedül élek, de hogy sokat voltam egyedül is, és már nem riaszt meg az egyedül lét. Nagyon sokat kirándultam a kutyáimmal, meg most is teszem, sokat voltam a családommal, nyilván amikor lehetett, meg biztonsági óvintézkedéseket betartva, és amikor tudok, majd megyek is. Hál' Istennek, ők már be vannak oltva, nyugdíjasok, úgyhogy talán ez a veszélyforrás, ez enyhülni fog. A barátokkal tartom a kapcsolatot intenzíven. Egy csomó olyan dolog, ami elhanyagolódott az elmúlt 10-15 évben, azt igyekeztem sokkal magasabb szintre emelni. Milyen érdekes az élet, hogy ez most nem egy szándékolt szünet, még ha közben nyilván vannak is azért projektek, de volt szándékolt, ha nem is szünet, de egy olyan időszak, amikor távol akartál lenni a színháztól, akkor elmentél az El Caminóra, ha jól tudom, akkor 300 kilométert meg is tettél gyalogosan. Így van. Akkor abból mit kaptál? Tulajdonképpen az, ami most van bennem, vagy ahogy most gondolkodom, annak az volt az alapja.
Azt hiszem, én azt szoktam mondani, ugye, hogy receptre íratnám fel az elkemmingot mindenkinek, és az így is van, a mai napig ezt gondolom, mert az ember találkozik saját magával. És ugye nem szeretünk találkozni a hiányosságainkkal, a gyávaságainkkal, a hazugságainkkal, ezekkel a konfliktuskerüléseinkkel, igen, és ezekkel minden találkoztam. Hát nem tudsz hova menni, mert csak te vagy meg a természet, és nagyon nem lehet menekülni. És ugye én amikor régen nem szerettem egyedül lenni, akkor rájöttem utólag, hogy azért nem szerettem, mert akkor így jönnek a gondolatok. Akkor nincs mivel elterelni, vagy kivel elterelni azokat a gondolatokat, amik egyébként úgy jönnének meg magyarázatra éhesek. És most már meg felhasználod ezeket a gondolatokat ezek szerint, tehát hogy nem megijedsz tőlük, hanem belemész a dologba. Így van, pontosan. És nagyon érdekes, hogy ott elindult bennem egy ilyen, hát most nem akarom ezt eltúlozni, de az a fajta igazságérzet, ami csak erősödik, és már nagyon nehezen viselem a kamut, a hazugságot, de a pici apróságokat is. Uh-huh. Tehát én hál' Istennek olyan barátokkal vagyok körülvéve, és olyan a családom, hogy és nem is érdekel már, hogyha valami nem olyan, egyébként színházban is, ha nem igazi. Ha nem mondhatok el bármit annak a barátomnak, akivel éppen leülök beszélgetni, akkor az nem barátság. A családot említetted, menjünk vissza egy kicsit a gyerekkorba. Ha jól tudom, akkor 6 éves korodban volt az, hogy rájöttél arra, hogy kicsit más vagy, mint a többiek, vagy más utad van, mint a többieknek. Na de mire jön rá 6 évesen egy gyerek? Szóval mi az, amit akkor megtapasztaltál? Akkor csak ennyi volt. Hogy emlékszem, hogy feküdtem az ágyamban, és jött egy ilyen nagyon erős sugallat, a mai napig emlékszem rá, hogy én más vagyok, mint a többiek. És nem tudtam, hogy ez mi, tehát én nem tudtam megfogalmazni, hogy ez mit jelent, de hogy más, inkább azt mondom akkor, hogy ne legyen félrejtő, hogy más utam lesz, mint azoknak, akik körülvesznek engem. Uh-huh. És hát tulajdonképpen igazam lett, mert nagyon más utam lett. Közben meg egyáltalán nem a színészeten gondolkodtál, sőt, ha jól tudom, akkor kifejezetten féltél a szerepléstől, nem akartál szerepelni, és inkább a lelkipásztor, ahogy említettük is a műsor elején, illetve az orvospálya vonzott, ez akkor egyértelműbbnek is tűnt egy olyan közegben, ugye Fényes Litkén nevelkedtél, aztán pedig Kisvárdára mentél, de hogy az olyan egyértelműbbnek is tűnt ott abban a környezetben, mint egy színészi pálya? Hát a színészi pálya az egyáltalán nem jutott eszembe se, tehát hogy engem nem is érdekelt semmilyen fajta ilyen szereplés. Ami aztán ugye kihozta belőlem a szereplési vágyat, az a zene volt, hogy én elkezdtem zenélni ott a környéken, és ez a fajta gyakoroltam és készültem, és akkor már azt éreztem, hogy szeretném magam megmutatni. A lelkipásztorság az szerintem onnan jött, hogy én mindig is, ez is érdekes, hogy gyerekkoromtól kezdve tudtam azt, hogy van valaki vagy valami, ami ezt az egészet létrehozta vagy irányítja. És tudtam, hogy lehet hozzá szólni, hogy el lehet mondani, hogyha valami nem. Ez egy biztonságot adott? Mindenképpen, igen. Úgy, hogy a édesapám járt templomba, tehát nem, de nem vagyunk egy ilyen vallásos vagy vallásos kodó család. Reformátusok vagyunk, de nem vagyunk ilyen bigott vallásosak. Uh-huh. Tehát, hogy nem rám se ez volt a jelmező, hanem maga a gondolkodás ebbe az irányba, hogy valami vagy valaki létezik, ami mindenek fölött áll. Uh-huh. Nevezzük bárkinek vagy bárminek. Említetted, hogy fordultál ugye a zenei pálya irányába, igazából ugye édesapádnak volt hobbi zenekara, és igen, akkor vele mentél, aztán Lagzikba fellép, szintetizátor is volt hozzá. Nem az, hogy vele mentem, hanem igazából 2 próbára elmentem, amikor ő még aktívan zenélt, és aztán a család miatt a zenekaruk fölbomlott, mindenkinek családja lett, és akkor azt mondták, hogy jó, hát ez most már nem fér bele a családi életbe, vagy felfogásba, és én egyedül kezdtem el, tehát tulajdonképpen ő segített nekem, és eljött, mint kísérő az első esküvőre, amit én zenéltem, de ő nem énekelt már velem akkor, tehát hogy én ezt mindet egyedül csináltam. De hogy én azon gondolkodtam, hogy ez kőkemény munka, tehát az. Hogy egy szinte még gyerek elmegy, és egyedül a Lagziban egész éjjel nem csak hogy játszik, hanem szórakoztat, tehát igen, hogy ennek van egy felelőssége, hiszen azoknak az embereknek jól kell magukat érezniük, hát az esküvőjükről van szó, meg nyilván minden fellépésen az a cél, hogy a közönség jól érezze magát, de hogy ez egy kőkemény munka. Mit tanultál meg abból, ami a későbbi pályádon is adott egyfajta biztonságot? Mérhetetlen alázatot. Ugyanis ugye Szabolcsban annak idején, tehát amikor elkezdődött egy esküvő 6 órakor este, és akkor mit tudom én 4-kor azt mondtam, hogy akkor szerintem, akkor nem mondták, hogy ja persze, és akkor lehet hazamenni, azt mondták, hogy szerintünk meg még nincs vége.
Ja, kérem. És az volt olyan, hogy négytől játszottam reggel hatig. És nem az volt, mint mondjuk mostanában, hogy fél óra zene, fél óra szünet, meg DJ, meg nem tudom, hanem én elkezdtem ők 6-kor, és akkor a vacsora után 11 körül megálltam egy 20 percre, ettem egy húslevest, meg emlékszem, mindig ettem egy kis pörköltet, hogy a torkomat egy kicsit olajozza vagy zsírozza be, és aztán hajnal 2-kor álltam meg legközelebb. Megint 20 perc, és aztán hajnal 4-kor álltam meg megint legközelebb. Szóval azért, és ugye álltam végig, és úgy nyomtam, szóval nagyon, de imádtam minden pillanatát. Szóval most kaptam meg nemrég egy családbarát esküvő volt az utolsó, amin játszottam 22 évesen. Tulajdonképpen az volt, hogy akkor már nem lehetett nekünk az egyetemen semmit csinálni, fellépni, de azon a nyáron ezt az egy bulit bevállaltam, és a Kocsis Andi barátunknak csináltam meg az esküvőjét, és megkaptam most pendrive-on, és most visszanéztem, és hihetetlen jó hangulat volt, és valahogy azt éreztem, hogy az úgy nagyon benne van, hogy tudtam, hogy az az utolsó. Arról még, hogy hogyan fedeztek fel a színház számára, beszélgetünk, de most megelőlegezzük ezt a felfedezést picit. Nagy Sándor a Színház és Filmművészeti Egyetem Operett Musical szakán 2005-ben Kerényi Imre osztályában végzett. Az akkoriban feltűnt és máig meghatározó zenés színházi korosztályról Dolhai Attila, az Operett Színház művésze beszélt. Futbóliában ma már csak ez az egy nóta jár. Mi földiek is vagyunk, mi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származunk. A Fényes Titkei én Ajaki, sok tekintetben hasonló az élethez való viszonyunk, és nagyon hamar egymásra találtunk. Tehát az osztályban azért nagyon jellemző volt az összetartás. És a Sanyi az osztályban is a motorja volt, az egyik motorja volt az osztálynak, úgyhogy érdekes volt, hogy bekerültünk a színűre, és én még itt néztem, hogy úristen, mit is kellene itt csinálni, miről fog szólni itt az élet. A Sanyiék már pezsegtek, már hozták a jeleneteket, és figyelj, ebből ezt csináljuk, tűvételők, stb. Úgyhogy nagyon aktív volt a fősúly. És minden nő a szívét. Nem hiszem, hogy volt rivalizálás. Talán csináltuk egymás mellett a pályánkat. A színművészetén egyáltalán nem volt jellemző. Tehát ott inkább az történt, hogy ha én szerepet játszottam már színházban, és valamit meg kellett oldani, hogy legyen vizsgám, akkor bevettek egy vizsgába. És tehát inkább így gondoskodtunk egymásról egyébként. Az nagyon jellemző volt, a Kerényi Imre mondta nekünk, hogy azért mi osztálytársak biztos, hogy az egész pályánkon segíteni. Tudjuk egymást, úgyhogy segítsük is egymást. Mit mondanod kell, ó, mond. Még főiskolások voltunk, és nyári munkaként kitaláltuk a Nádasiver a szintén Nagy Sanyi, Szőcsartó Zöldcsabi, hogy menjünk Balaton környékére, és ott valami kapcsolatot, nem tudom, talán a Sanyinak volt, vagy a Verának volt ilyen kapcsolat, és akkor talán Balaton Fenyvesen, vagy Isten tudja, hogy hol énekeltünk musical dalokat. Úgyhogy egyébként jellemzően szerintem ez egy olyan generáció, ami a zenés műfajnak nagyon jót tett. Ennek a generációnak a fölnevelkedése. Nyilvánvalóan mindenki egy kicsit a saját útját járja, így Sanyi is, de azt hiszem jól teszi. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy mi osztálytársak voltunk. Nagyon szoros a kapcsolat az osztálytársak között. Jellemzően, hogyha nincs koronavírus, akkor te szoktad tartani az osztálytalálkozókat, jól tudom? Nem csak én, mert volt a Nagy Lóri barátunknál, osztálytársunknál, a Peller Annánál, így hárman szoktuk bevállalni ezt, és akkor valamelyikünknél van. De évente minimum kétszer találkozunk. Ha nem is vagyunk ott mind a 17-en, ahányan végeztünk, de azért 12-13-an általában igen. Akkor bejött tulajdonképpen Kerényi, nem jóslata, de intelme, hogy segítsétek. Az Imre elképesztően jó érzékkel nyúlt ahhoz, hogy kell egy csapatot összeválogatni, és a mi osztályunk tényleg egy olyan kivételesen szerencsés csillagzat alatt született, hogy biztos volt azóta is, nem nagyon én jártam a főiskolára azóta, de hát emlékszem rá, hogy akkor volt ilyen, hogy az Ódri színpadon állójegyet is kellett venni egy ponton túl, vagy kellett biztosítani, mert vagy a démonológia, vagy a heged is a háztetőn, vagy nem tudom, bármelyik előadásunkra annyian jöttek, hogy már az állójegyeket is árulták. Egyébként, ha már Kerényi Imrénél tartottunk,
Ez legendás, hogy mennyire szigorú volt veletek az első évben, és például valahol említetted, hogy még a színpadot is le kellett takarítani a kedvéért, mert bejött, és azt mondta az óra erején, na, ez itt poros, úgyhogy akkor ezzel kezdünk. De mondott még valami nagyon fontosat neked, ha ismereteim helyesek, nevezetesen azt, hogy egy dolgot meg kell tanulnia, vagy egy dolgot kell, a vanást. A vanást, igen. Ezt sikerült megtanulni, hogy mi a vanás, vagy gyakorolni is azóta? Szerintem a legnehezebb színészi feladat csak lenni. Szóval szerintem a legnehezebb az, hogy az ember egy ponton túl nem játszik. A Bagó Berci, aki szintén a démonológia vizsgát csinálta nekünk a főiskolán, és én azt gondolom, hogy ez egy híresen zseniális vizsga lett, és a mi pályánk ott kezdődött el valahol. Ahogy elkezdtek ránk odafigyelni, akár a tanárok, akár a környező osztályból a diákok, hogy ezek kik ezek, vagy mit csinálnak ezek itt, mert egy nagyon erős prózai beállítottsági osztály voltunk, és mindenki baromi jól énekelt emellett. És megcsináltuk ezt a vizsgát, és a Berci mondta ezt nekem, hogy nem érdekel, hogy mit dumálsz, történjen veled meg, amit csinálsz. És tulajdonképpen ez a kettő volt nekem az útravalóm, az Imre féle vanást kell megtanulni, meg a Berci féle történjen meg az, ami veled, amit játszol. És hogyha megtörténik, akkor a nézővel is megtörténik. Ezt a legnehezebb, hogy az ember egy ponton túl nem játszik, hanem azzá válik, aki. Ezt milyen gyakran lehet érezni, hogy ez most vanás, és nem egy színészi alakítás? Most természetesen azt is a jó értelemben értem, csak hogy ez egyel több annál. Hú, szerintem ez azért bonyolult, mert van olyan előadás, amikor azt érzed, hogy na most aztán odaraktam, és fú, most aztán, és aztán jönnek a kollégák, vagy barát is mondták, hogy hát figyelj, ma nem voltál olyan jó, és amikor meg azt érzed, hogy ez most nem sikerült, akkor azt mondják, hogy te most voltál a legjobb. Szóval ezt nem lehet tudni. Szerintem, ami nagyon fontos, nem kell ezzel foglalkozni, hanem az embernek csinálnia kell a dolgát. Tehát, hogy nem kell magamat kívülről nézni, mert akkor már azt jelenti, hogy kívül vagyok, hogy nem vagyok benne. Tehát, hogy szerintem a néző majd ezt visszajelzi. Ha ő vele megtörtént, és volt katarzis, akkor valószínűleg tartom, hogy velem is. Most egy kis ízelítőt kaptunk abból, hogy mi minden történt a főiskolán, és hogy ez egy milyen fontos időszak volt. De hát ez nem titok, hogy harmadszorra sikerült az a bizonyos felvételi, és azt is mondtad valahol, hogy a rossz dolgok azok, amik előre visznek, inkább, mint a nagyon jó dolgok. Ezt rossznak élted meg azt a szünetet? Meg egyáltalán közben te már azért, és ezt ígértem, hogy erről majd beszélünk, felfedeződtél a színház számára, szóval ez egy érdekes helyzet lehetett, hogy te azt már csináltad, de közben oda meg nem vesznek föl, ahol ezt alá is tudod támasztani egy elméleti háttérre. Nem is. Tudom, hogy mostanában mennyi a túljelentkezés a főiskolára, ugye attól függ, hogy hány diák van egy osztályban, két osztály indul-e, az előző, a mi előttünk lévő Szirtes Tamásféle Operett Musical osztály, a Berecki Zoliék, ők azt hiszem, hogy ők két csoport voltak, de valami 25-en vagy 27-en, mi 17-en voltunk, de mi egy csoport voltunk. És akkoriban, amikor először 18 évesen felvételiztem, és ott álltam édesanyámékkal a Balagási öltönyömbe, és bementünk a Rákóczi úti épületbe, és ott mindenki jött, ment és magába beszélt, az effektíve egy bolondokháza feeling volt nekem faluról följöve, tehát hogy én nem is nagyon értettem, hogy itt mi történik. És én is készülgettem otthon természetesen, és amikor kijöttek, és mondták, hogy akkor nem jutottam tovább, akkor így az volt bennem, hogy de hova jutottam, azt sem tudom, hogy mi ez. Azt sem tudom, hogy hol vagyok. Aztán azt hiszem, hogy akkor már nem indult musical osztály, és a következő eset volt az, hogy megint jelentkeztem prózára, és aztán rájöttem, hogy nem tudok semmit. És egy évet kihagytam, tehát tulajdonképpen 4 éven belül voltam háromszor, és akkor, amikor az Imre indította újra az utolsó előtti Operett Musical osztályt, mert azt hiszem még egyet indított utánunk, és maga a műfaj is megszűnt az egyetemen, mint oktatás, az Operett Musical, és aztán zenész-színész lett. És akkor egy évet kihagytam, nagyon keményen rákészültem, de lát, ez is milyen érdekes, hogy amikor ott voltam a harmadik rostán, akkor tudtam, hogy föl fognak venni, nem azért, mert baromi jó voltam, vagy ilyesmi, hanem éreztem azt, hogy nekem az lesz a dolgom 4 évig mostantól, hogy én ide fogok járni. És ezt se tudom megmagyarázni, és még egyszer mondom, nem azért, mert hogy milyen lehengerlő lettem volna, hanem éreztem, hogy nekem itt van a dolgom. Milyen érdekes, hogy mennyire erősen hallgatsz ezekre a belső... Ó, nagyon fontos, és egyre fontosabbnak tartom az életem során ezekre hallgatni. Meghallani azt, amit belülről
suga, szíved, lelked, csak, csak azt, most már csak azt. Bármivel vagy bárkivel kapcsolatban, most már csak arra. És nagyon sokszor, hogyha nem tudom eldönteni, akkor vizualizálni szoktam A vagy B verziót a fejemben, és ezt az El Caminón tanultam meg, hogyha elképzelem mondjuk az A szituációt, és milyen érzést vált ki belőlem, vidám leszek, hogy az már megtörtént, vagy rossz kedvű. És egyértelműen megmutatja a lélek azt, hogy merre lesz neki jó. Milyen érdekes az is, hogy akkor ezek szerint te nem is kudarcnak élted meg azt a háromszori jelentkezést, hanem inkább egy felismerési folyamat volt, hogy na ezt most nem tudom, de majd odaérek, és akkor szerintem első, másodikban, de főleg a második alkalommal biztos, hogy kudarc volt, de az mondjuk szerencse volt, hogy a Toldi Marika nénihez én már akkor jártam, Isten nyugosztalja, a drága Miklós TV foglalkoztatott engem, tehát hogy szerepeket is játszottam még ám kezdettől fogva a Pikolóban. Ezt akartam mondani, hogy közben például 18 évesen eljátszottad Karenyint, aki ugye egy meglett 50-es férfi. Hát maradjunk így, hogy megpróbálkoztam. Na, de hát azért ez egy komoly nagyon szerep, hit bennem, annak a Miklós Tibor nagyon hit bennem, és tényleg azt kell mondjam, hogy ha Tibi nincs, akkor én most nem ülök itt. Valami olyan szeretettel, és őnek is valami olyan orra volt abból a Piccolo Színházból, és rengeteg mindenki kikerült, aki aztán most a pályán csak és kizárólag főszerepeket játszik. Ezekért a dolgokért, vagy például akkor hálás, amikor minden előadás előtt, nem tudom, hogy előtt igen, hálát mondasz a színpadon, szóval az ilyen élményekért, sorszerű helyzetekért? Igen, gondolj vele, hogy igazából én egy, most nem akarok csúnyán fogalmazni, én egy falusi parasztgyerek vagyok. És a parasztot itt most nem a degradáló értelemben mondom, én a mai napig rácsodálkozom, hogy én bemegyek a színpadra, és ott áll velem szemben a Gálvölgyi János, vagy a Benedek Miklós, vagy a Szervét Tibor, vagy a Zsúrs Kati, és meg sorolhatnám, a Hegedűs D. Géza, és azt mondom, hogy wow! Vagy a takarásban nézem, és azt mondom, hogy mit keresek én itt? Hát egy pár évvel ezelőtt még őket néztem otthon a tévében, és most meg itt vagyunk együtt, az hogy? Tehát valahogy én nagyon, nagyon meg tudtam maradni a falusi gyereknek, és nagyon rá tudok csodálkozni a mai napig. És igen, nagyon, nagyon boldog és hálás vagyok, amikor ezek a dolgok. És ráadásul úgy, hogy ők azt gondolom, és remélem, hogy elfogadtak engem. Ezek a nagy kollégák, és szeretettel vannak velem a színpadon, és szeretettel vannak velem a színpadon kívül is, ahogy én is velük egyébként. És ez olyan... Szóval nagyon érdekes ez, mert szerintem az emberi része, a tehetségnek ott kell lenni, meg a szorgalomnak ott kell lenni, de valahogy nekem az emberi része sokkal fontosabb. Komplexusod, kisebb rendűségi érzésed sose volt? Dehogy nem, hát dehogy nem. Nagyon is, meg megfelelési kényszerem, meg konfliktus kerülő is voltam, dehogy nem, hát főleg gondolj, mert a főiskoláról kijössz, és azt mondják, hogy itt egy főszerep, és ugye Szirtes tanár úr nekem adta a három szereposztáson belül az egyik szereposztásban a John-t, a Volt egyszer egy csapatból, és hát egyetem után a Madách Színházban főszereppel kezdeni, azért az egy felelősség. És amikor ezt a Sós Imra díjat is megkaptam, a Lampi Lajos, Drága Lajos följövött, és mondta, hogy Sanyikám, hát akkor úgy gondoltuk, hogy akkor ezt te megérdemelnéd, hogy ezek mind ilyen, wow, de hát akkor figyelnek rám, akkor még jobban. Az El Camino egyébként erre is megtanított, mert ott például van egy könyv, ami leírja azt, hogy hogy érdemes nekivágni az útnak, egy nap hány kilométert érdemes megtenni, stb. Stb. Na mondjuk azt írja, hogy 20-25-öt, és aztán pihenj, és aztán nem tudom mi. És azt mondtam, hogy persze, hát persze, majd én fogok 25-öket, 30-at meg nem, tehát majd nem ti mondjátok meg. És hát tönkre vágtam magam úgy 3-4 nap alatt, mert túl akartam tolni azt, ami le van írva. És az El Camino is, meg azóta eltelt, nem tudom, 9 év is megtanította arra, hogy nem kell tolni. Készülni kell, dolgozni kell, csinálni kell, koncentrálni kell, de nem erőből kell ezeket csinálni, hanem pont az imént említett koncentráció, felkészültségből, és szerintem abból tudnak, meg maga nyugalom, abból tudnak jó dolgok születni. Született rengeteg jó dolog a pályádon, most egy következő nagy szakasszal folytatjuk. 2010-ig 5 éven keresztül az Adagio ének együttes tagjaként vendégünk az ország legnagyobb koncerttermeibe is eljutott. Most a formáció alapítójával, az Operettszínház művészével, Homonnai Zsolttal folytatjuk. Mi először a Madách Színházban játszottunk egy darabban, a Nyomorultakban, és akkor ő még nem járt színművészetire, és egy nagyon pici szerepet játszott benne, egy pár mondatot, illetve hát a pár mondatos szóló megszólalása volt akkor még,
és ugye ott is voltak váltók, és mindig felkaptam a fejemet, amikor a barikád első halottjáról, ugye mi fönt álltunk a barikádon, és ők lent a színpad szintjén, és megszólalt egy ilyen hang, és mindig kerestem, hogy ez ki ez a srác, olyan gyönyörű a hangszín, olyan szép, ahogy énekli, olyan lélek simogató. Elkezdődött az Adagiónak is a megalakulása, illetve annak az előkészítése. És nekem az első gondolatom az volt ennek kapcsán, a Nyomorultak előadás kapcsán, hogy volt ez a gyönyörű, szép baritonális hang. Na és közben ez alatt már az idő alatt a színművészetit elvégezte a Sanyi is, és akkor megkerestem ezzel az ötlettel, hogy mit szólna ehhez. És akkor ő nagyon-nagyon lelkesen és boldogan állt ebbe a történetbe bele. Nagyon jó volt vele megbeszélni mindig a terveinket, meg a dolgainkat, mert ő mindig nagyon körbe tudta járni, mindig hagyta magában lecsendesedni. Én mindig szerettem így ezerrel belerohanni, és akkor igen, és akkor úgy, és ezt csináljuk, és nagyon jó lesz, és ő aha. Igen, de akkor hogy lesz akkor az, és akkor hogy fog állni az a... Tehát, hogy ő nála, tényleg a fellépésekkel mindig azt mondtam, hogy Sanyi, neked most már nagyon jó a hajad. Nagyon jó lett. Tehát a manzsetta, a zakó, a mikrofon, tehát tényleg mindig minden az utolsó hajszálig, szögig, kábelig, mindig, és a százszor leellenőrizve is. Hát én még őt nem láttam, hogy valaki a kontrolládet tett, hogy így jó. És akkor hangbeállás, egy picit arrébb fordít, megint egy picit följebb, picit lejjebb, picit több basszus, picit több. És mondtam, Sanyi, tökéletesen szólt, de ez nagyon szerethető volt benne, mert ez mindig a tökéletességre való törekvés miatt volt. Ez azóta is így van, ez a tökéletességre törekvés? Egyáltalán ez miből fakad ez a... Nem tudom, minek nevezem ezt a kínos precizitás, az is jó szó rá, vagy nem tudom, én szeretem a rendet, ezt alapvetően valószínűleg édesanyámtól rököltem, ő is egy rendszerető, nem mintha édesapám nem az lenne, de édesanyámtól valahogy, és akkor én például imádtam takarítani gyerekkoromban, nyilván az is benne volt, most már tudom, hogy akkor ezzel tudtam, hogy édesanyámnak örömet okozok, és akkor én volt egy olyan, vagyis mai napig van egy olyan ebédlőszekrényünk, ahol ez a tipikus tele van mindenféle apró pohár, ilyen pohár, és ebből 1000 darab, és akkor én azt leszettem egyesével, és akkor letörölgettem, és akkor külön a izét, és mindent, konkrétan kitaláltam formákat, hogy álljanak a poharak, és az milyen dizájnosan néz ki, szóval hogy így nem tudom, valahogy én ezt szerettem. Én szeretem a szépet, meg szeretem a jó dolgokat, szeretem a jó keresztmetszetű történeteket, színpadon is szeretem, hogyha valami úgy jól néz ki, kintről is, meg bentről is. Az Adagio kapcsán ugye nyilván egy országosan ismert sztár vált közben belőled. Mennyire akartál te sztár lenni? Tehát most azt a részét nézzük, hogy téged felismerjenek az utcán, hogy érted, rajongjanak a nők, nyilván ehhez megvoltak a külső adottságaid is. Ez mennyire volt fontos? Hát azt gondolom ma már, hogy Magyarországon olyan, hogy sztár szerintem nagyon kevés van. Szóval, hogyha azt mondod nekem, hogy Demjén Ferenc, vagy azt mondod, hogy Zorán, vagy azt mondod, és most nem akarok a teljeség igénye nélkül felsorolni itt mindenkit, de őrájuk azt mondom, hogy ők sztár, akik 40-50 éve ott vannak, és a mai napig a múltkor a Horváth Csánit láttam a dalban, ahogy a Király Lindával énekelt egy duettet, és ugyanúgy, mint 30 évvel ezelőtt, arra azt mondom, igen, ő sztár, ő sztár, vagy a Demjén 75 évesen még tőle egy koncertet az Alinában, ezek sztárok. Én, és nyilván akkoriban persze, 20 évesen, hát hogy ne akarnék ismert lenni, hogy ne akarnám, hogy megismerjenek az utcán. Az ember egója azért, főleg művészként, azért ez a határa csillagoség. De valahogy így az Adagióval én meg is éltem, hál' Istennek, ezt a részét. És tényleg nagyon népszerű volt a zenekar, és tényleg nagyon szerettek minket, és mindenhol teltházas koncertek voltak, rengeteg fellépésünk volt. És valahogy, amikor már a színház lett a prioritás az életemben, ugye a zenekarról is nagy részben ezért szálltam ki, mert egyre több előadás miatt kellett egyre több fellépést lemondani, és egyik szemem sírt, és a másik nevetett, hogy közben meg színész szeretnék lenni, és egyre több prózai lehetőséget kaptam, amire nagyon vágytam a sok zenés után.
hogy amikor már a színház részéhez értem, akkor már nem érdekelt az, hogy én most sztár leszek-e színészként, vagy nem, hanem a szakmát akartam megtanulni, és ez így pont jól jött sorrendbe. Mondhatni, akkor ez egy ilyen belső érési folyamat? Szerintem igen. A színészet kapcsán mondod, vagy annak kapcsán is mondod, mert az életről is azt mondod, hogy a legfontosabb dolog a tapasztalás. Mesélj egy kicsit erről, hogy ez hogyan működik a színészetben nálad. A színészetben szerintem úgy, az életben, biztos vagyok benne, hogy az élet az a tapasztalásról szól, hogy az ember kicsoda, és mi akar lenni. És sok-sok tapasztalással jut el az ember oda, akivé aztán válik. Én nem hiszek abban, hogy én... Szokták mondani, hogy az okos ember a máskárán tanul, a hülye meg a sajátján, hát én még okos embert nem láttam. Szóval az, hogy a más, mi az, hogy a máskára, hogy megnézem, hogy a szomszéd Géza, hogy él, és akkor én nem követem el azokat a hibákat, dehogy nem. Hát főleg, amit mondunk, hogy na, én nem leszek olyan, mint az apám, mint az anyám, mint a szomszédom, dehogy nem. Ugyanazokat a hibákat elkövetjük. És szerintem a lényeg az, hogy az ember ismerje föl, hogy igen, elfogom, igen, hibázok, de ezt most azért csinálom, mert tehát tulajdonképpen a tudatosság valahogy itt keveredik bele ebbe a történetbe. A színészethez meg azért kell a tapasztalás, ugye itt megosztanak a vélemények, mert hogy ugye ha mondjuk drogost játszol, akkor nem feltétlenül kell drogoznod ahhoz, hogy azt el tud játszani, hanem itt jön minden más, amihez hozzá lehet nyúlni. Ha gyilkost kell játszani, nyilván nem fogsz megölni valakit, hogy tud, hogy az milyen érzés. De szerintem egy csomó mindenben lehet párhuzamot vonni. Amikor az ember olyan dolgot tesz, és most nem a gyilkosságról beszélek, de mondjuk lehet gyilkosság az is, hogy én valakit úgy megbántok, hogy szinte megsemmisül. És tulajdonképpen ez a párhuzam is ott van. Én azt szoktam mondani, ez olyan, mint az embernek egy fonalon megy az élete, és van a szerep, amit játszani kell, és mint egy pók áthúzni bizonyos pontokat egyik szálból a másikba. Hogy én a saját életemből mit tudok hozzárakni, illetve amit tapasztaltam a világból, meg amit láttam. Szirtes Tamás volt az, aki nagyon biztatott arra, hogy drámai szerepekben és prózai szerepekben is egyre többet lép színpadra, de most nem vele folytatjuk, hanem egy olyan valakivel, akinek szintén sok szerepe van abban, hogy te ilyen szerepekben, már megint ugyanazt a szót használtam, mutathatod meg magad. Egy olyan kolléga következik, akivel számos előadásban együtt szerepeltek, ma pedig gyakorta rendezőként instruálja Nagy Sándor játékát. A Jászai Mari díjas Szente Vajkot arról is kérdeztük, hogy miért épp vendégünket kérte fel az első rendezésének főszerepére. Én az első előadásomat rendeztem, ez 2012-ben volt, egyszer három, néha négy, ez volt a címe. Akkor abban a Sanyi játszotta a főszerepet, ez egy prózai előadás. De ez a főszerep, ez olyan főszerep volt, hogy abban önmagának a saját ikertestvéreit játszott. Tehát az egyik pillanatban így kellett viselkedni, a másik pillanatban úgy kijött jobb oldalt, bejött bal oldalt, stb. És olyan elképesztő technikai felkészültséggel csinálta, de közben pedig színészként is nagyon, nagyon jelen volt, hogy az volt érezhető ebből, hogy szépen lassan ő meg fogja hódítani egyrészt a vigyátékvilágát, másfelől pedig önmagát a prózai színház világát. Talán egybeesett azzal, hogy az ember nyilván változik, az életkorunk is egyre nagyobb lesz, és valójában azok a fiatal hősi szerepek, amiket ő 20 éves korában játszott, azok nem csak külsőleg, mert ő most is nagyon fiatalos és szuperül fest a színpadról, hanem egy picit így lelkileg már úgy az ember elkezd túl lenni a József és a színe széles vászna állomkabát, amivel semmi baj nincsen, mert annak is megvan a saját ideje, hogy mikor játsszuk el ezeket a szerepeket, és ez pont egybeesett a Sanyinak, ahogy a 30-as éveinek az elejével. Szép átmenetet képezett az, hogy a musicalekből egy picit átkezd kacsingatni a prózai színészet irányában. De közben pedig azért mégiscsak voltak olyan zenész szerepei is, amik nagyon komoly színészi képességeket kívántak. Így például az Én József Attila, ami valójában egy zenés darab, de hogyha az ember magát, a színészi feladatot nézi, az hamleti magasságokban van. Én József Attila! Itt vagyok!
Szente Vajka például a közelmúltban bemutatott Nagyvárosi fényekben is, amelyben Chaplint, illetve hát a Csavargó szerepét alakított. Ebben is együtt dolgoztatok, de itt a végén Vajk említette azt a bizonyos Én József Attila című előadást, amiben van egy vers, a Mama, és arról te valahol azt mondtad, hogy az olyan szinten húz be téged, és annyira egy ilyen örvénybe kerülsz, hogy na utána nagyon nehezen jössz ki belőle már, mint amikor vége van az előadásnak. Mi húz be? Mert arról nem beszélt ez, mi húz be annyira? Igazából nem is a Mama az, ami behúz, ugye azzal kezdődik a darab. Tehát ez egy keretes szerkezetben találták ki a Vajkék ezt az előadást, ugye Szirtes tanár úr rendezésében, és ott a Vajk segédrendezőként volt jelen, és a dramaturgiában is nagyon erőteljesen beleszólt, hogy a Mamával indul az előadás, és tulajdonképpen az én sztorim a Mamával ér véget. Tehát a két vasút jelenet az ugyanott van. És a zenék, amik annyira zseniálisan aládolgoztak a prózáknak és a verseknek, hogy elindult ez a zongorás téma az elején, és volt olyan, hogy a kocsiban, amikor mentem, és tudtam, hogy 2-3 hét múlva előadás lesz, és elkezdtem készülni rá, és a kocsiban gondoltam, hogy hallgatom a dalokat, és gyakorlom. De a zene, ugye a Pavlovi reflex után szabadon annyira hozta magával az érzést, hogy félre kellett állnom az autóban, mert azt éreztem, hogy rosszul leszek. Tehát, hogy egyből behúzott, és az egész József Attila történet, az egész darab, az mind, én fekete lyuknak szoktam hívni, de a jó értelemben, mert nekem egy kicsit ilyen terápiás jelleggel, nem mintha bármi olyan nagy borzasztóság lett volna az én életemben, de azért mindenkivel történnek 40 év alatt, vagy 32 év alatt, azért sok minden vagy történik. És úgy ki tudtam ezt, hogy hányni magamból, nem tudok jobb szót erre. És az összes fájdalmamat, magánéleti, párkapcsolati szakításokat, mindent, és ugye a József Attila szerelmeiről szól, és a sikertelen szerelmeiről szól, és az ő szeretet éhségéről szól ez az egész előadás, és ott is amit lehetett, és azt hiszem pont egy szakítás után voltam az akkori barátnőmmel, és szörnyen megviselt a dolog, és ezt ki tudtam élni benne, és egy jó próbaidőszak az tényleg olyan, hogyha az ember, mert megnyomják a gombot, és az a próbaidőszak jó volt, akkor az elindul. Na, ilyen volt az Én József Attila is. Az is érdekes, hogy milyen fokozatosan építkezel abban a darabban, tehát, hogy finomra vetted, szóval, hogy nem toltad túl. Talán az elején még igen, ezt a Szirtes tanárról is beszéltük, hogy talán az elején szintén a megfelelési kényszerből egy picit, és aztán elkezdtem gondolkodni azon, hogy szerintem sokkal nagyobb tragédia, ha majdnem egészséges az elején a József Attila, tehát tulajdonképpen a néző csak olyan nüansznyi, pillanatnyi odaszólásokból, vagy odakiabálásokból veszi észre, hogy de hát most miért üvöltött, hát most ez semmi értelme nem volt ennek. Tehát ezek a fajta elnyomott feszültségek csak úgy néha villannak föl, és aztán ez szépen lassan fölépül. Azért is beszélgetek erről, mert hogy mostanában kipróbáltad magad újabb szerepkörben is, rendezel, és nyilván most kívülről is látod azokat a dolgokat, amiket színészként belülről élsz meg. Mit ad neked a rendezés? Hát azért azt pontosan nem tartom magamat rendezőnek, nyilván azt pontosan tudom, hogy ez milyen kemény munka, ez 5 év az egyetemen, és a többi, és a többi, és hát ha csak a Szente Vajk barátomat említem meg, aki hihetetlen műveltséggel és olvasottsággal bír, és a festészet, és a szobrászat, és a nem tudom, szóval azért egy rendezőnek mindennel képbe kell lenni, de nagyon érdekelt engem az, hogy milyen lehet ez a világ. És kicsit olyan, mint amikor az ember kamera előtt színész, és aztán kipróbálja magát a kamera másik oldalán is, és egy véletlen helyzet hozta a Veresed Színházban, hogy a Pletyka Fűszeg című darabban nekem át kellett vennem ezt a rendezést, pedig nem akartam, tehát nem volt szándékomban ez. És valahogy az volt a mázlim, hogy 9 vagy 10 nap volt, hogy egy bő második felvonást is, az első felvonásnak egy részét is kitaláljam, és nem volt időm összetolni magamat, tulajdonképpen ez volt a szerencsém, hogy nem volt időm azzal foglalkozni, hogy nekem ez megye vagy nem, hanem belevetettem magam, meg belevetettük magunkat, és lett belőle szerintem egy zseniális, nagyon érdekes stílusú előadás. És hát aztán megjött most ugye a Black Comedy, amit szintén Veresegyházon csináltam, amiért a Venyigesanyéknak nagyon hálás vagyok, mert ők így engedik, hogy én itt próbálgassam a szárnyaimat, és egyébként szeretik is, és ez a Black Comedy szerintem nagyon jól sikerült, hát ez a 8 hónap alatt bepróbált előadás, elindulunk, leállunk, néző nem látja, reakció nincs, és egy vígjátéknál azért legyünk őszinték, a néző hiány az földolgozhatatlan, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha egyszer tényleg nézők elé kerül a darab, akkor ez
milyen lesz. Egyébként a kérdésedre úgy válaszolva, mindig is érdekelt, és mindig is volt egy... A Szirtes tanár úr mondta azt nekem, hogy magának vannak ilyen rendezői bogyói, de ezt már mondta egy ilyen jó 10 évvel ezelőtt. És akkor mondtam, hogy engem most ez most nem érdekel, és valahogy így most értem meg rá, hogy ez is előtérbe került. Legyen ez a végszó, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy még hova vezet az utad, amiről beszélgettünk is, hogy mindenféle belső sugallatok irányítják. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehettem. Önök az Ez itt a kérdés portrét látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, és követhetnek minket a Facebookon és a YouTube-on is. Jövő vasárnap este 7-től újra várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!